A következő idényben is az NB1B-ben szerepelhet a Kozár Mislány Esen női kézilabda csapata. A tagságot a bajnokság utolsó fordulójában biztosították be a lányok. A Szentendre gárdája látogatott a mislányi csarnokba. A csütörtöki találkozó csak a baranyaiak számára bírt téttel. Ez érezhető is volt a mérkőzésen. Az első félidőben még csak 4 gólos előny szerzett a kékfehér alakulat, 18-14 volt az állás a szünetben. A második játékrészre azonban beindult a henger, percről percre növelte előnyét a hazai csapat, a Szentendre igazából már a félidő közepén befejezettnek tekintette a bajnokságot. Habkönnyű Kozár Mislányi győzelem lett a vége, szezonbeli gólcsúccsal 44-27-re nyert Kovács Tamás csapata. Igyekeztem mindenkinek játék lehetőséget adni, hogy mindenki úgy fejezze be a bajnokságot a sikerélménnyel és pozitívan. Volt 2-3 gyengébb teljesítmény, őket is visszaadtam pályára, hogy ne azzal zárják az évet, hogy negatív, és hál' Istennek meglőtték a góljaikat pozitívan. Zártuk, fiatalok tudtak, ugye a Lejtner Dorka ismét eredményes volt, a Hummel Lucia élete első NB1-es góljait meglőtte, hát minden rendben ez így jó. Mit fogsz mondani a lányoknak az öltözőben? Hát először is megköszönöm nekik azt, hogy ezekben a nehéz időkben is végig hittek abba, hogy nem lesz probléma a végén. Azt gondolom, hogy ez az első dolog, a másik meg az, hogy hétfőn edzés. A meglepetéshez volt itt füstbomba, üdvrivalgás, drukkolás. Hát azt gondolom, hogy akkor érdemes bármit csinálni, és akkor érdemes dolgozni, ha van ilyen is hozzá, és nem üres lelátók előtt kell csinálni. Úgy gondolom, hogy ezek a srácok, akik itt megteremtenek, most már hétről hétre mindig egy alaphangulatot, a legnagyobb elismerést és dicséretet érdemlik, és örömteli, hogy a régi Kozár Mislányi szurkolók is csatlakoznak hozzájuk. Ugye őrőlük tudni kell, hogy ők nagyon komoly szurkolói körökből jönnek, és hát hoztak egyfajta szint ide a lelátóra. Én azt gondolom, hogy ha jövőben komoly terveink vannak, ők ugyanúgy részesei kell, hogy legyenek, és számítunk rájuk jövőre is. Eddig volt előtt mondtad, hogy bennmaradásnak ennyire még nem örültél, de gondolom a következő szezonban nem ez lesz a cél. Hát igen, tehát ez egy bentmaradást érő győzelem. Ugye nem kell most már azon számolgatnunk és izgulnunk, hogy a marcali csapat, amit játszik vasárnap a Dunaújváros ellen, és valójában így még nem örültem győzelemnek, hogy ezt majdnem úgy örültem, mint amikor bajnokságot sikerült nyerni. Hát mivel következőre? Hát erősíteni fogunk, ez már biztos. Folyamatosan tárgyalunk, ugye van már 3 új játékos, akiket majd hamarosan bejelentünk, és még szeretnék igazolni. Szeretném azt, hogy olyan keretünk legyen, aki jövőre biztosan az élmezőnyben végez, akár még valahol ott legelől, hogy azt kell tudni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy jövőre 5 kiesője lesz az NB1B-nek, tehát nem lehet félvárról venni a bajnokságot. Ez a csapat most jelenleg megmutatta, hogy képes bennmaradni, de jövőre ez hatványozottan nehéz feladat lesz, ezért muszáj erősítenünk. Azt gondolom, hogy jó úton haladunk. A Kozár Mislány Ese tehát a következő szezonban is az NB1B-ben folytathatja. A szurkolók, mint az idény valamennyi mérkőzésén, most is kitettek magukért. A találkozó után bajnoki győzteseknek járó ünneplésben részesítették a lányokat és a csapat vezetőit. A következő szezonban is. Hajrá Mislány! Lesz most összefogni még egymásért és Kozár Mislányért!